Köszöntöm nézőinket! Önök a Zsolca TV rendkívüli adását látják a UPC Felső Zsolcai és Ongai kábel hálózatán. Mai adásunkban az amerikai nagykövet látogatásáról, a német tűzoltók munkájáról és a tanévzáróval kapcsolatos információkról szólunk. Tartsanak velünk! And also we have them basically also get rid of the property that was not usable any longer because it got so wet and damaged. And you can unfortunately see the remainder is a bed. Sem, csak azt mondom, hogy nagyon jól látni azon a rolón is, hogy meddig volt a Miért döntött úgy, hogy Felső Zsolcára látogat ebben a nehéz helyzetben? Mondjuk, hát most ebben a pillanatban itt óriási gond van, és hát amikor megvolt a lehetőség, hogy az amerikai nagykövet asszony látogat, hát az itteni térség, hát nagyon fontos volt, hogy Felső Zsolcon is látogatást teszünk. A nagykövetség nagyon szoros együttműködésben van a Vöröskereszttel, és hát ezért én is jöttem és kísértem a nagykövet asszony. A város bejárása során milyen vélemény alakult ki a településsel kapcsolatosan? Hát, hogy nagyon sok segítség szükség van a következő hetekben, hónapokban, hogyha Vöröskereszt tudna teljesíteni hát a munkáját, hát amit mi próbálunk nem csak itt Felső Zsolcon, de hát mondjuk hát más településeken és más megyekben is teljesíteni, hogy jelen vagyunk. Amikor mondjuk a kamerák hazamentek, amikor a sajtó hazament és az emberek más témákkal foglalkoznak, mint az ávíz, mert hát ez a pillanat, ahol az igazi komoly problémák kezdenek. Az emberek felmérnek a károk, hát látnak, hogy milyen óriási baj történt nála, és ott a Vöröskeresztnek a felelősség, hogy ott segítjünk, és ott jelen vagyunk. A Vöröskereszt mostanáig is nagyon sokat segített Felső Zsolcának. Milyen segítségre számíthat az elkövetkező időkben, illetve a nehéz helyzetben lévő más települések mire számíthatnak? Természetesen egy ilyen felmérés kell történnie. Mi nagyon közel együttműködjünk az önkormányzattal, hát a megyei közgyűléssel is, hát próbálunk együtt dolgozni. A kormánynak a tervek is, hát meg kell tekinteni, hát hol fogja a kormány segíteni, és hát utána alakul a terv, hát milyen formában a Vöröskereszt a legjobban tudna segíteni építőanyaggal, élelmiszerekkel, tisztítószerrel, hát minden teret, amit szükség van, hát természetesen hát próbálok mindenhova jutni, ahol szükséges, de hát a K-felmérés ebben a pillanatban a legfontosabb. Nagyon sok segítség van ígérkezőben. Luckily we get lots of
Én ezt az óvodát szeptember 1-től a gyerekek fotókába szeretném bocsájtani, mert 137 gyerek jár ide, és elég nehéz most a szülőknek a gyerekeiket ide-oda elhelyezni. Tehát amennyi múlik rajtam, azt megteszem azért, hogy ez újra a gyerekek és a szülők szolgálatába áll. What was your first impressions? Milyenek az első benyomásai azután, hogy megtekintette a várost? Well, I just visited the kindergarten school here, and Miss Eva Drozhnik showed me the terrible devastation to the kindergarten school, and it's really heartbreaking. És mi a véleménye a házakról, hiszen nagyon sok lakóház összedőlt vagy megrongálódott. Well, it's terrible. It's just terrible, and it's amazing to see that so many years these neighborhoods didn't have flooding, and then suddenly this year the water came so fast and so much that it would just wipe out these neighborhoods. Miért döntött úgy, hogy Felső Zsolcára látogat? Well, of course, the entire country and the international community is seeing the devastation here in Hungary and wants to help as we can. The United States has made a contribution to the Red Cross to help with the efforts here. But mostly I wanted just to come and visit to show that the international community cares greatly, wants to help, and is also inspired by how the Hungarian people are coming to the aid of the people here who were affected by the tragic flooding. In America, Amerikában szintén pusztítanak természeti katasztrófák. Gondolok itt az áradásokra, hurrikánokra. Mit gondol az amerikai és a magyar emberek, ugyanúgy kezelik a nehéz helyzeteket? Well, in similar ways, I think at the essence is communities coming together to help other people. And I've been told that many of the families here who've lost their homes are with friends and relatives in other parts of the city and other parts of the country, getting help until they can find a way to rebuild their homes. I'll also tell you that Eva, who just showed me around, on the one hand, she's showing the devastation, but on the other hand, she's described the plans for fixing the kindergarten. She's told me of all of the volunteers and the people who've come to help, and she's told me that she very much hopes and expects that the school will be able to reopen in September. There's a lot of work to be done, but I believe that the community will be able to do it. Ah, unbelievable. Remélem, hogy a szeretteivel együtt láthatjuk majd. We hope to see you with your family. Yes. Well. Szeretettel várjuk még egyszer. Én köszönöm a nagyszerűen. Miért tartotta fontosnak, hogy az amerikai nagykövet asszony, illetve Habsburg György Felső Zsolcára látogatott ma? Nagy megtiszteltetésnek vettem, hogy ellátogatott Habsburg György és az amerikai nagykövet asszony is Borsod megyébe, köztük ugye Miskolcra, és mondtam, hogy tehát az árvíz kapcsán akarta a településeket látni, és mondtam, hogy fontos, hogy terepre is kimenjünk, és igazán szembesüljön mindenki az itteni problémákkal, és ez Miskolctól tényleg csak egy pár kilométer. Ő most a saját szemével tapasztalhatta, igaz, most már sokkal reménytelibb a látvány, mint az árvíz ideje alatt, de így is nagyon megrázónak találta. Nagyon fontos mindenféle segítség, ugye tudjuk, hogy rengeteg adományozó érkezik hozzánk, de ha az amerikai nagykövetségről kapunk egy ilyen látogatást, az mindig kicsit több bizakodást és reményt ad a következő időszakra nézve, tehát gondolok itt újraépítésre, munkahelyteremtésre, egyebek. Lehet-e már tudni, hogy hogyan zajlik majd az újjáépítés?
A kormány 30-án fog újra ebben a témában ülésezni és megtárgyalni a továbbiakat. Az az igazság, hogy az előző kormány az üresen hagyta a kasszát, tehát a pénzeket elő kell teremteni az újraépítésre is. Elég nehéz helyzetbe került az ország az utóbbi évekbe, és a működés is mindig nehéz helyzetben volt, hát még most, amikor szinte az ország legtöbb pontján vihar és árvíz pusztított, és újra építésre van szükség mindenhol, tehát pénzre, rengeteg pénzre van szükség. Azt lehet már tudni, hogy körülbelül mekkora összeget tud a kormány erre a célra fordítani? Pontosat nem szeretnék most mondani, hiszen, mint mondtam, 30-án ülésezik, folyamatosan üléseznek, folyamatban van, és a megfelelő összeget ide fogják juttatni. A Aschaffenburg testvérvárosának, Miskolcnak a polgármestere Káli Sándor kért meg bennünket, hogy segítsünk, mivel itt óriási katasztrófa történt. Ezért vagyunk most itt. Milyen segítséget tudnak Felső Zsolcának nyújtani? Aschaffenburg városa és az aschaffenburgi villamos művek szárítógépeket vásárolt 25 ezer euró értékben, ez összesen 36 készülék. Először is most ezeket állítjuk üzembe az épületekben, és gondoskodunk a megfelelő működtetésükről. Mikor érkeztek és meddig tudnak Felső Zsolcán maradni? Vasárnap indultunk, ma kora reggel kezdtük el a munkát, és csütörtökig szeretnénk dolgozni. Építészmérnökök is jöttek velünk, akik szintén az épületek szellőztetésében tudnak segítséget nyújtani. Gyakran nyújtanak segítséget külföldi városokban? Amikor kérik, szívesen segítünk, különösen a testvérvárosoknak és természetesen a barátainknak. Mi a véleménye a felsőzsolcai katasztrófáról? Az árvízkárosult embereknek rendkívül szomorú a helyzete. Mi tűzoltók, akik gyakrabban látunk ilyet, csak el tudjuk képzelni, hogy milyen rossz lehet a helyzet, és milyen lehet most az emberek élete. Az embereknek minél gyorsabban segítséget kell nyújtani, hogy minél hamarabb túlvészeljék ezt az időszakot. Mennyi emberrel érkeztek? A csapatunk 10 kollégából áll. A múlt héten 2 voltak itt, hogy felmérjék a helyzetet, most pedig 10 vagyunk. Milyen érzésekkel vesznek részt a munkában? Elsősorban valami jót szeretnénk tenni és segíteni a barátainknak. Megpróbáljuk enyhíteni ezt a szerencsétlenséget. Tanévzáró és óvodanyitás. Ezek az elkövetkezendő napok, hetek feladatai itt Felső Zsolcán. Hát örömmel mondhatom, hogy sikerül a tanévzáró ünnepét és a ballagást megrendezni az érintett szülőkkel és gyerekekkel egyeztetve július 2-án 17 órakor a Szent István úti iskolában. Egyébként a régi Kazinci iskolába lett volna szokáshoz híven, de most olyan sok ott az adomány, hogy itt tudunk biztosítani helyet a gyerekeknek, hogy ők is méltóan el tudjanak ballagni. Óvoda is hamarosan indul. Sok szülő keresett meg azzal a problémával, hogy dolgoznak, és nem tudják egész nyár a gyermeküket hová helyezni. Mivel tudjuk, hogy a Platti óvoda olyan helyzetbe került, hogy nem működhet, a Krisztina óvodát szeretnénk megnyitni azoknak a gyerekeknek, akiknek a szülei dolgoznak, vagy olyan helyzetbe kerültek, hogy a lakásukat elveszítették. Ez nem is óvodai foglalkozás, hanem napközbeni ellátás, ami nyilván az óvodai élethez fog hasonlítani, de elsősorban azokat a gyerekeket várjuk, akiknek a szülei minden nap mennek dolgozni, és kevés a szabadságuk. Hétfőn úgy néz ki, hogy a víz minősége is most már rendeződik, ettől is tartottunk, a fertőzés veszélytől.
az óvónénik, főleg a Krisztina napközi otthonos óvoda dolgozói, de a Platida napközi otthonos óvoda óvónéniei, dajkájai is részt vesznek a munkában. Táborozás gyerekeknek, tudjuk, hogy már voltak zánkán, ennek sajnos voltak negatív felhangjai is. Igen, sajnos 5 termet nyitva hagytak a gyerekek, nem zárták be, elmentek egy közös programra. A többiek nagyon jól érezték magukat, nyilván akitől elloptak valamit, az szomorúan jött haza, és mi mélyen elítéljük azokat, akik kihasználják a gyerekeknek és az elesetteknek a gondjait, és még tetézik azzal, hogy a féltett kincsüket, vagy a kölcsönkért telefonjukat, vagy pénzüket ellopják. De örömmel jelentettem azt is, hogy a táborozási kedv az töretlen. Körülbelül 16-17 felajánlás van. A iskola pedagógusai, tanárai kísérik őket. Most Gárdonyba mennek hétfőn. Közel 500 gyereket táboroztatnak az általános iskolás tanárok. Mindenütt nagy örömmel, szeretettel várják őket. Többször telefonálnak, programokat küldenek, teljes ellátás és utaztatás biztosítanak. Ettől jóval több felajánlás érkezett, azt megköszönjük, hálásak vagyunk, de ott némi pénz vagy szállítási költség közrejátszik, és ezt nem tudjuk vállalni. Hisz van olyan gyerek, aki 2-3 táborba is eljut. Itt hívom fel a figyelmeteket, gyerekek, jelentkezzetek, még van hely, érezzétek a nyáron jól magatokat. Mindenek ellenére nagyon jó vakációt kívánok nektek. Problémát jelent ugye továbbra is a óvodai ellátás a városban, ez úgy tűnik, hogy most megoldódik, viszont a Plati óvodának a helyzetében is van változás. A múlt héten az EMASZ elmű EMASZ RT elnök vezérigazgatója volt itt, német hölgy, és a gyors segélyt hoztak, és utána érdeklődtek, hogy milyen állapotban vannak a mi közintézményeink, mely is sérült meg az árvíz során. Én a Platti óvodába elkísértem őket. Hát a látvány az döbbenetes volt számára is, és hát egy fél percet sem gondolkozott talán a elnök asszony, amikor mondta, hogy ennek a felújítását ők vállalják. És hát szeptember elejére ennek kész kell lenni. Hát a magyar kollégáinak is adott az ukász, hogy szervezik. Ma megkeresett egy építészük, az EMASZ-nak egyik építésze, és hát gyakorlatilag a kivitelező, a leendő kivitelezőnek tulajdonképpen a feladatokat megadta, úgyhogy néhány napon belül elkezdődnek a munkák is. Pár napos határidőt adott csak a kivitelezőnek egy ajánlat benyújtásra, azt vélhetően a elnök asszony jóvá hagyja, és hát az ígéret szerint, ez elég konkrétnak tűnt, gyakorlatilag a parkosításig bezárólag, tehát a berendezéseket és a épületgépészetet is beleértve teljes felújítást vállalnak szeptember elejére. Hát ez úgy gondolom egy óriási segítség, szinte hihetetlennek tűnik, hogy egy ilyen gyors és teljes körű beavatkozással ezt a szép intézményünket újra, vagy még szebbé teszik. Az újjáépítésen gondolkodik már az önkormányzat is, egy bizottság is alakult. Hát két munkacsoport alakult, amely ugye a kétféle tevékenységén előkészítését, feldolgozását fogja végezni. Az egyik a adományozási munkacsoport, ennek tagjai elsődlegesen, tehát az önkormányzat alkalmazottján, illetve képviselőjén túlmenően civil szervezeteknek a képviselő, tehát értem ez alatt a nagycsaládosokat, Vöröskeresztet, hogy ne soroljam, a többit, ez nyilván meg fog jelenni hamarosan a hírgondóban. A másik pedig a helyreállítási munkacsoport, amiben főleg műszakiak, építészek vannak, jogász és közgazdász kiegészítésével, akik a épületek elbontásától, tehát amelyeket erre sorsa jutottak, elbontásától kezdve a helyreállítások, ez a konstrukciók kidolgozása, illetve az állami konstrukciónak a figyelembevételével, a források megszerzésén keresztül, a település arcolatai sok mindenre fognak foglalkozni. Most mindkét munkacsoport ajánlatot tesz, a település, a önkormányzat illetékes állandó bizottságának, az előző munkacsoport az egészségügyi szociális bizottságnak, a
másik pedig a gazdasági bizottságnak. A kisebb hordai ügyekben ez a két bizottság fogja meghozni a döntését, a nagyobbak pedig bekerülnek a képviselőtestület elé. Hát ez a munka gyakorlatilag holnapi nappal elindul. Nyilvánvaló, hogy a kormányzati segítség, kormányzati konstrukciónak a ismeretében lehet csak ez, fog ez csak kiteljesedni, különösen az utóbbi munkacsoportot értem munkáját ez alatt. Az 30. után várható információink szerint reméljük, hogy mindkét munkacsoport, illetve bizottságok is lelkiismeretesen hozzáértően, és hát a lehetőségekhez viszonyultan gyorsan fogják ellátni munkájukat. Víz, verejték, könnyek, ez jellemezte a várost az elmúlt hetekben, most azonban már az újjáépítésen, a tovább lépésen gondolkodunk. Hogy látja az építész Felső Zsolca jövőjét? Én úgy gondolom, hogy az első, a víz utáni első szó nyilván a csónakoké volt, és a különböző kármentéseké. Utána volt egy fantasztikus riadalom, és a kárvallottak egyszerűen szólni sem tudtak, nem tudtak hova kapjanak. A mérnökgárda, volt szerencsém nekem is járni Zsolca utcáit, megpróbált egy első gyors kárbecsléssel szolgálni, ez talán 3 napot jelentett 2 héttel ezelőtt, és hajtottunk, hogy a kormányzat asztalára tegyünk egy adatbázist, egy jelentős 1800 ingatlanban történt kárról. Meg is adtuk sajnálatos módon a kormánybiztos úrnak, nyilván oka van arra, hogy összegezze ezt, és hogy miért nem tudja a kormány elé tárni, vagy a kormánynak, hogy miért nem tud gyors döntést hozni. Várunk erre, reménykedünk, hogy ez a 16-ára ígért kormány döntés, ez 30-án megszületik, és meg lesz egy olyan körvonalazható somma, ami a károknak a hát enyhítésére, vagy pedig az újjáépítésre fordítható. Az újjáépítés szó a legfontosabb most. Én úgy gondolom, hogy el kell takarítani a romokat, hogy az irtozatos lelki és hát stresszes helyzet az megszűnjön, és azt a kárt, amit vallottak azok az emberek, akik hogy mondjam, minden akikre rázódult ez a természeti katasztrófa. Tulajdonképpen ezt őszig, vagy hát a télbeáltáig új otthonuk legyen. A legfontosabb szó az, hogy újra otthonuk legyen. Ez egy őrületes roham lépésben egy újjáépítés kell. Itt el kell tekinteni most a különböző bürokráciáknak az útvesztőitől, hogy ilyen engedélyt adunk építésre, meg olyan engedélyt adunk, meg szakhatóság, meg nem tudom micsoda. Itt most nagy valószínűséggel gyors, a mintaterveket mondom, nem szeretem a típus tervek szót, de a mintatervekben kell gondolkodni, és sajnos volt egy beregi árvíz, ami mintát ad most nekünk. Nem pont ugyanaz volt a helyzet ott, mint itt, tehát ügyesen kell és jól kell eljárnunk, hogy az itteni kárvalottaknak a legjobb segítséget nyújtsuk tervekben, és utána építésben. És az építés az egy hosszú folyamat, ki kell, hogy száradjanak ezek a házak a télbeállta előtt, tehát cserép kell rájuk minél előbb, nem tudom, már szeptemberben, és az építési munkáknak októberig, novemberig el kell tartaniuk, de valahol be kell, hogy költözzenek ezek a családok, és ez egy nagyon-nagyon komoly dolog. Ami itt most elhangzott a képviselőtestületen, hogy párhuzamosan ebben gondolkodni kell a további, mert az ördög nem alszik, a további években ugyanúgy várható sajnos katasztrófa. Most elaludtunk, 36 évig nem volt ekkora árvíz, de 36 évvel ezelőtt volt. A régi öregek tudják, hogy mit okozott az 36 éve, és van, aki össze is tudja mérni, mert akkor is élt, meg most is él, szerencsére össze tudja mérni, hogy ez egy még nagyobb árvíz volt, és azokat az okokat is fel kell deríteni, hogy a nagyobb árvizet, tehát ezt a distanciát, a 74-es árvíz hatalmas mértékéhez képest ez még nagyobb volt, hogy mi okozta, és orvosolni kell ezt.
Rendkívüli híradással a héten többször, napi többszöri ismétléssel jelentkezünk. Híreket, közérdekű információkat és a kereskedelmi hirdetéseket a Zsolca TV képújságjában olvashatnak. A Zsolcai Hírmondó várhatóan jövő héten pénteken jelenik meg újra, de friss híreket olvashatnak televíziónk weboldalán is. A műsort készítő kollégáim nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!